Kicsi Gesztenye Klub. Gyerünk tehát, ezer csodát megismerhet az ember. Sirály, vigyázz, landolunk! Hoppá, ez a tenger! Tudtok úszni? Itt van Olli. Mindent tud a vízről. Számíthatsz rá pancsoláskor, tíz esetben, tízből. Készül Liza tábortüze. Leszel szíves napsugár. Felhevülni, melegedni, megszáradni kéne már. Megérkezett Luffy Pofi. Felhők hátán ott suhan. Mindent tud a levegőről, de még így is lepottyan. Itt az idő, ébresszük fel barátunkat, Gesztenyét. Földgyermeke, mutass utat. Kérdésünk az lesz elég. Kicsi Gesztenye Klub! Már látod, ahogy a nap kell, a hét és a dombon túl. A reggel hívogat, pattanj fel, az ágyból most szabadulj. És ébredj, ha hodás jó kedvel, hisz már valami új. Ma újra vidám a dalon, kint egy picike madár. Neked énekelve mondja el, hogy hívja hét határ. A naptestvér táncra kér, oda fent az égen. Készülj hát, várnak rád, lent a játszótéren. Ha elbújt, segít egy szem, Kressz. Nézzétek, milyen szép idő van! Olli, szép idő! De hát nem látszik a nap. Hideg lett, és felhős az ég. Igen, Liza, hát nem gyönyörű? De mindjárt esni fog. Pont ezt várom! Ha két kicsi felhő találkozik, először még csak barátkozik, csip-csep, csepegő, csacsogás, ered az eső. Ide nézzetek! Fúj, gesztenye, mik azok? De cukik! Ezek csigák. Csigák! Kakaós! Nem, fahéjas. Hú, de jó! Luffy Pofi, ezek a csigák állatok? Előbújtak az esőre. Megtarthatjuk őket? Na, ne! De hogy vigyük őket haza? Olli, kéne egy zsák! Ájjá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 jj
furcsa nyákás csúszómászó kukacokat nem. Ők nem kukacok, hanem puha testűek. Határozottan megtiltom, hogy ezek az izék betegyék a lábukat, vagyis hát a házukat a házunkba. Nem, nem, nem és nem. Semmiképpen sem nem. Lesz itt Eufrozina? Őt pedig Tihamérnak fogom nevezni. Szervusz, Tihamér. Én mondom nektek, ki fogják rágni a dobozt, és mindenhova szétcsúszkálnak. Nem tudják szétrágni. Ezek nem hörcsögök. Akkor szerezzünk hörcsögöket. Még hörcsögöket is? Ne! Baleset történt. Baleset? Igen. Tihamér és Eufrozina karamboloztak. Nézzétek! De jó! Lassításban lehet nézni a karambolt. Ez nem lassítás, Olli. A csigáknál ez nagyon nagy sebesség. Szegények. Vagyis úgy kell nekik. Mit rohangálnak? Ez az. Meg kell akadályoznunk, hogy csak úgy össze-vissza rohangáljanak. Nem lehetne őket szabályozni valahogy? De hogyan? Én tudom! Áthozzuk Lizával a terepasztalunkról a jelzőlámpákat. Így né. Így. Látjátok? Működik. Megállt.
A lámpa miatt. Ha a lámpa piros, az azt jelenti, hogy nem szabad tovább menni. Soha többé! Nem, csak addig, amíg a lámpa zöldre nem vált. De nézzétek, ott megint baleset van. Na, nem mintha érdekelne. Liza, akkor rakjunk bele még sokkal több közlekedési lámpát. Ez nem oldja meg. Ó, de miért? Először utakat kell kijelölni, különben egyikőjük sem fogja tudni, hogy hol biztonságos és hol veszélyes menni. Ez legyen az úttest. Ha egy csiga száguldozni akar, akkor ezen mehet. Oh, és mi lesz azokkal, akik nem akarnak száguldozni? Azoknak itt van a járda. Ez az! De nézd! Ez a csiga itt át akar menni az úttesten. Vele mi lesz? Ezt tudom! Rajzoljunk neki zebrát! Aha. Jó! Úgy tűnik, a csigák nem értik a zebrát. Jaj, Luffy! Nem olyan zebra kell, hanem ilyen. Azért fontos, hogy legyen zebra, hogy biztonságosan kelhessünk át az úttesten. Még biztonságosabb, ha van jelzőlámpa is. És ha egyáltalán nincs lámpa, akkor mi történik? Akkor nagyon figyelmesen körbenézünk, mielőtt lelépnénk a járdáról. Szóljunk! Akarom mondani, szóljatok Eufrozinának, mert ez az őrült Tihamér imádja a sebességet. Na hát, napsugár! Nem is tudtam, hogy te így aggódsz ezekért a csúszómászó kukacokért. Én nem aggódom. Csak nem akarom, hogy megint itt óbégassatok, hogy karambol, meg baleset. Ja. Szépen el is indulok. Tudom, hogy a túloldalra veszély nélkül átjutok. Ram-pam-pam-param-pam, 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 veszély nélkül átjutok. Ám hogyha a jelző lámpa piros szemen néz felém, megállok a járda szélén, s nem indulok. De nem én, mert a lámpa kocsanás? Megéheztem. Mondjuk én is éhes vagyok. Csináljunk palacsintát! Jó! Csak lassan a testtel.
Csigás kézzel senki nem léphet a konyhába. És akkor már soha nem ehetünk többé semmit. De igen, mindig és bármit, csak nem csigás palacsintát. Előbb mossunk kezet. Gyertek, igaza van napsugárnak. Jó. Jaj, de szép. Ó, igen, pont így képzeltem. Jaj. Gyertek, gyertek, kész a finom palacsinta. Nagyon szép. Ó, tessék, gyönyörű. Nagyon ügyes vagy, Lizi. Kitűnő. Na, gyere. Jaj. Az én gyomrom minden palacsintának zöld jelzést ad. Vajon milyen íze lett volna a csigás palacsintának? A kakaós vagy a faéjas csigákra gondoltál? Fúj, kezdem félteni őket Luffy Pofitól. Nem engedjük inkább szabadon őket? De, majd építünk neki kerti utakat a palacsinta után!